egy könyvet olvasunk, akkor a könyv elejének érdekesnek kell lenni. És akkor olvasok a könyvet, és amikor ugye a derekára érünk könyvnek, akkor két kérdés szokott bennünk elmerülni. Hova fog ez vezetni? És mi ennek a könyvnek a lényege maga a szíven? Tehát én a Gyilimával is így van. Sokszor elmondtam már, de kicsit és a tudás annyi a vázolatnak a tetejére oda tettem. Ezt a nagyon érdekes Máté szerkezetet, ami történet, beszéd, így megy. És ennek a piramisnak van egy csúcsa, csak hát én lefektettem, mert a Wörth, aki dolgozott, az tudja, hogy nagyon nehéz így a Wörthbe szerkezteni, mert Wörth nem akarja az igazságot, és átvinni, és technikről számolni, és előre az érintőinket és tényeket. Most a csúcsról fogunk beszélni, pontosabban a történetek csúcsáról. És egy kicsit a beszédek csúcsáról is. Ha az evangélium szót kimondom, hogy természetesen két kérdés jut rögtön az eszembe. Az első az, hogy ki az a Jézus? Ezt a 21. században sokan nem kérdezik. Ki az a Jézus? Jó lehet, erre a kérdésre nagyon sokszor azt felelőjük, mint olyan kérdés, amit ugye mindenki tud és meg szokták kérdezni, amiket a gyerekek szoktak kérdezni, hogy edzésben vagyunk a mostáinknál. Mi az a víz, meg miért folyik a víz, meg ilyen ezt kell megválaszolni az 5 éves unokámnak, és elvárja tőlem, hogyha azt mondom, hogy nem tudom, akkor azt mondja, papa, de hát egyetemi tanára, hogy nem tudom. És tudnám vagyok ilyen megoldásokat gyártani, de nagyon sokszor az a nagy bajunk, hogy ezeket az alas kérdéseket nem teszünk. Ki a Jézus? Izgalmas legyen a kérdés, úgyis lehet, hogy ki nekem Jézus. Még izgalmasabb, ki nekem ma Jézus? Ugye, ha elgondolkodunk, ez egy nagyon izgalmas kérdés. A másik, amit az evangélium kapcsán megkérdezünk, az pedig az, hogy ez a Jézus beszél állandóan az Isten országával. Mi az az Isten országa? A felvilágosodás óta az Isten országát mi a jövőbe számítjuk. Hogy egyszer majd lesz egy ország. Felvilágosodás még úgy értettek az Isten országát, hogy egyszer majd mi megvalósítjuk ezt az Isten országát, az Isten ország egy házi feladat, hogy nekünk a igazságos társadalmat, mint itt ide régebben, még a kortársak emlékeznek erre, meg fogjuk valósítani itt a Föld. És akkor majd megállhatunk, hát itt van már a Kánaán, vagy a Betlehem. Majd megvalósítható ez az Isten ország, itt a Földön. Mi ez az Isten ország? Jézus azt is mondja, hogy ez az Isten országba eljön, amikor ő másodszor eljön, Jézus maga beszél az ő második eljöveteléről, és ugyanakkor azt is mondja ez a Jézus, hogy Isten országa ti bennetek van. Mi ez az Isten ország? Mi ez a Basilea Funkeum Idam görög? Már a múlt alkalommal, most 2 év után egy picit ismételjük el, elmondtam azt, hogy az Isten országa nem egy terület. A Basilea az nem csak országot, hanem azt is jelentett, hogy mi országba lássunk. Tehát Isten országa ott van, ahol Isten uralkodik. Ez az ott van, ez nem biztos, hogy helyre utal, hanem minőségre utal. De hogy van jelen az Isten a mi életünkben, ez meg még izgalmasabb kérdés. És az evangélium szetején pontosan ez a két dolog szerepel. Ha most megnézzük a Bibliánkat, és nem azt sietjük, hogy ott mondtam a Bibliát, fejlőttel majd mondom, azt tessenek segíteni azért, tessenek fellapozni, már kellene, hogy kibán hallgatni ezeket, és kapott ahhoz, hogy Bibliát mindjárt, tessenek lőni. Ez az abszolút szolgáltatás. Köszönöm szépen. Máté Evangélium a 13. fejezetét, hanem ott is nyílt ki, és egy új fordítás a Bibliának, de jó. A ciklát mi rögtön tudjuk, hogy ez egy okos Biblia. Máté Evangélium a 13. fejezetét, ha megnézzük,
akkor egy nagyon érdekes dolgot látunk. Szóval úgy kapodik is előadási tudja, nagyon jól lehetünk, meg is megvan a részeinkban. Az egyik állták előtt, de előre lesz, ami voltam ismerős, arról is tudja. Itt arról van szó, hogy ha nézzük az előző fejezetnek a végét, ami lezárja azt, ami Jézus körül van, és hogyha a vázolatot megteszenek nézni, ugye az előző pont, ami van, és ezt is megnyitom volna, mint a vázolatban, az E pontot megnézzük, akkor az a téma, hogy az övéi megvetődő. És az övéin nem csak a zsidó népet kell érteni, hanem a családját is Jézusnak. Eljut egy olyan pontra Jézus egész küldetése, hogy azt olvassuk róla, azt mondom, hogy a kicsit fordításról hadd olvassam, hogy beszélt a néphez, már Jézus, megálltak ki anyja és rokonai, és beszélni akartak vele. Valaki szólott a nép, anyád és rokonai kint állnak, és beszélni szeretnének vele. Hogy megkérdezte, aki az, aki szólott neki, ki az anyám, mi a rokonok? Ez egy megdöbbentő kérdés. Ki az anyám és ki a rokonok? Most tovább úgy folytatja, aztán kitárta a tanítványai felé karját, szóval szépen érzettem, hogy Jézus nagyon sokszor fogalom képen látjuk, kitárta a tanítványai felé karját, és így szólt. Ezek az anyám és testvére, aki teljesíti atyám akaratát, az nekem mind testvére, nővére és anyám. Itt valami új nép indul. És az Isten országa megértése valami itt kezdődik. Aki Jézussal kapcsolatba jut, annak az értékrendje megváltozik, és ez a megváltozó értékrend azt hozza, hogy egy új közösségbe lép Istennel, és új közösségbe lép emberrel is. De ennek az új közösségnek, vagyis mondjuk úgy Jézus szavában az Isten országának, mi a jellemző? Ugye a rokonok nem értik ezt az egészet, Mária se érti az egészet, a szülőföld se érti az egészet, korábban az van, hogy mondják az emberek, nem ez aki az ácsmesternek a fiát, ezt ismerjük. És ti is ez a valaki. És akkor Jézus, azt olvassuk a 13. fejezet elején, első két versben, egy nap Jézus kiment a házból, és ez a szó, az oikia, ez nem csak a házat jelenti, hanem az otthonából, abból a természetes biológiai környezetben, amiben él, és lerúgta a tópartján, nagy tömeg gyűlt léje, és ezért beszélt egy bárkába, és ezért beszállt a bárkába, és eljut a tömegterül a parton maga. Ekkor példabeszédekben sok mindent mondott el. És ezután következik hét példázat az Isten országában. Ekkorzá nagyon érdekes rendben, majd erről rögtön fogok mondani néhány dolgot. Mi ez a hét példázat? Ez a hét példázat is egy ilyen, hanem egy hiasztikus rendben van, tehát egy piramiszerű rendben van, és a vázolatot, hogyha most egy picit megtetszenek még, ott is van ennek a hét példázatnak a rendben. És hogyha meg akarjuk érteni ezt a hét példázatot, ez a hiasztikus szerkesztésnek a nagyon nagy előnye, akkor mindegyik példázatnak van egy magyarázó példázat. Pontosabban van két párhuzamos példázat, és hogy elmetévedjünk, a közös tanulságot kell mindig tovább bonyolítani, vagy kell megérteni. Megmondom miért. Egy példabeszéd érthető vagy nem? Mit mondjak? Attól függ, hogy kimondja kinek, és jó is példabeszédben jövünk, nem van szerint érthető dolgai a Bibliának. Hogyha az írásmagyarázat történetét veszem, egyetlen egy szakaszát az írásnak
nem olyan nehéz megérteni, vagy nem magyarázták annyiszor félre, mint pontosan a példázat. Még minden példázatnak van egy titka. A példázat egy hasonlat. És minden hasonlatnak van egy hátulütője. Ha mellékes, hogyha főmondani valóvá teszem, akkor félre lehet érteni. Ezért minden példázatnak van egy kilincse, és ez belülről nyílik. Ha én belülről egy példázat mondani valójára rezonálok, akkor az a példázat nagyon egyszerűen egy igazságot világossá tesz előtte. Felvilágosodás óta sokat szívom ma is a felvilágosodást, azt gondoljuk, hogy az igazságot bizonyítani kell, ez nem igaz. Az igazságot vagy felismerem, vagy nem. Az igazság az mindig axióma. Tudják, az axiómák azok adók. Az igazságot nem lehet bizonyítani. És ebben a beszédben sokszor benne vagyunk, hát most alkonyodik. Na most tessék ezt bizonyítani. Azt mondtuk már, nézd meg. Ez nem kirolja, akkor nem most hajnalodik azt mondani. És tessék, akkor bizonyítsátok bennem, hogy ez így van. Hát ez nem megy. Az igazságot felismerni kell, nem pedig bizonyítani. Az igazság felismerésének mindig az eszköze a hasonlat, a kép. Csak egy képnek mindig van egy kilincse, és egy ajtó mindig a kilincsen meg a záron keresztül lehet bemenni. Nem pedig betörni kell. Majd erre mondok néhány példát. Éppen ezért ezek a példázatok azért mondanak el sokat, és azért izgalmasak, mert az egyik példázat magyarázza a másikat. Na nézzük csak itt párban. Ugye van egy A meg egy A vesző, a B példázat, a piasztikus szerkezet a című dolgoknak. Nézzük meg az A. Az A az a magvet örök szóló példázat. Miről szól ez a példázat? Ezt kívülről tudjuk, ezt nem olvasom el. Jézus mond egy példát, hogy van egy ember, és megy le. És ezt persze kell egy kicsit ismerni a palesztini természeti viszonyait. Ott Palesztinában nem úgy vetettek, mint nálunk. Ránunk még, aki emlékszik rá, hogy a unokáim már nem, hogy azt hiszik, hogy tánterem a kenyér, minden testi gyerek így hiszi. Vitatkoztak is az orvodal, hogy milyen tánterem a kenyér. És egy gyerek azt mondja, hogy tudsz, hogy kenyérfán, mert hallott a televízió, hogy van kenyérfa. Kenyérfát ez bemutatta a televízió, de az, hogy hogy lesz a kenyér, azt nem. Ez nagyon jellemző, de most nem akarjuk erről humorizálni. Csak Palesztinában más volt a szántás vetés rendjén, mint nálunk. Jött a tavasz, korú tavasz, akkor megtisztították a földet. Ez azt jelentett, hogy a köveket a mennyére hordták, nagyobb gazokat kitépték, és utána vetettek. És utána beszántották a vetést. Tehát egy ilyen beszántásos földművelés folytatott a Palesztinában. Ez egy nagyon érdekes rendszer, így volt, de ezt azért kell tudni, mert én nem, másképp nem értem történet azt. Van egy ember, vegy. És a mag különböző helyre esik. Most volt a sorba ezeket a különböző helyeket. Van, amelyik a törések közé esik. Ugye nem látja a vető ember, hogy nagyon sok mindenféle gaznak a magba elhúlt, és ha ki fog kelni, akkor a tövis nagyon sok tövis lesz. Másik az út félre esett. Nem látta, hogy hol van az út. Hát a szántóföldön kellett egy utat is vágni. Aztán a harmadik köves talajra esett. Ez a köves talaj nem azt jelentett, hogy nagy kövek vannak, mert felült a medvére. Hanem Palesztinában akkor már Jézus idejében az a erózívus folyamat, ami ma odáig vezetett, hogy kopasz hegyek vannak Palesztinában, és a kibucokban dolgozó földművesek, azok pusztán hordják fel a teraszokra a völgybe lemosott földet, és ez azért alakult ki, mert az asszírok és a babiloniaiak, amik a nagy városnak voltak Palesztinában, ugye ez egy nagyon háborús időszak volt, kivágták a fákat, és Palesztinában a korai és a késő eshez hirtelen nagy viharokkal jön. A meredek hegyekről lemossa a erdő által nem védett földet a csapaték. És ezért ott maradtak a kopasz sziklák. És már Jézus idejében volt, hogy nagyon vékony volt ez a termőtalaj, hogy ilyenről van szó, pár, hogy ezt nem lehetett látni.
Jobb hirtelen ki kell a kapunnak, mert gyökeret nem tud ereszteni, kis ég, kis hűl, nagyon hang. Van valami jó földesi. Milyennek a példázat sornak a mondani valója? Ha pontosan a mondani valót akarjuk, akkor nézzük meg most az áveszőt. Az áveszős példázat pedig a hálózó szóló példázat. Nekünk nagyon kézenfekvő volt Jézus korában, hiszen Jézus végsősorban a genezáreti tó környékéről való, és a genezáreti tó mai napig is a halászok paradicsoma. Csodálatos gazdag halállománya van. És a nagy kerítő hálóval ugye a halász mindent összeszed. És hogy mindent összeszed a halász, van olyan, amit visszadobál, van, ami csak gyökér, van, ami értéktelen hal, amit vissza kell dobni, fadarabokra hívjuk, békát összefog mindent a kerítő háló, és eljön a kiválogatás ideje. Mit mond ez a két példázat? Az evangéliumról Isten országára nagyon fontos. Az evangélium az Isten országa nem a kiváltság és a esélye. Hullam a minden. Rajtad áll, ez a szíved. Ott félem van. Jönök elnyomják az evangéliumot, köves talajra esik, vagy jóföldre esik a ma. A másik példázat ugyanazt mondja, ha álló összefog minden, csak akkor maradsz meg a hálóba, ha érték vagy, a jó hal vagy. Mind a két esetben az ítélet az adatás mutatja meg, hogy melyik mag esetlő fölébe, nem a betés. És majd a parton kiválogatják a halászok, hogy melyik a jó hal, melyik nem. Na most, hogyha megnézzük ezt a két példázatot, akkor ennek az a lényege, hogy mindenkinek esélye van az Isten országára. De nem a mennyiség, hanem mindig a minőségből, és a minőségből áll. És ez nagyon jól kell tudni. Mert egy mennyiségi szemléletű világban élünk, és azt gondoljuk, hogy mindig a mennyiség van. Ez az amerikanizmusnak az egyik legmutább dolga. Amerikában ugye ilyeneket tanultam Amerikában, hogy Amerika a világ legtisztább népe. Miért? Mert az egyfőre első szappan mennyiség a legtöbb, amit eladnak Amerikában. Most hát ezen mi európaiak, dél-amerikaiakkal együtt, hasonlóra fogtuk a röhögéstől, és szegény tanárnő, mert ilyen tanárképzős nő, emlékeny tanítottam, hogy Bernardom, aki 42 éves voltam, régen tanítottam, tehát borzalmasan a röhögéstől nem tudok hová nézni, mert egy szegény kislány azt hitt, hogy őt nevetjük ki. Neki eszébe se jutott, hogy ez ilyen ostobaság. És nincs olyan újság, ami állandóan ne volna ilyen grafikon, hogy mi vagyunk a világ leglegesebb helyei, mert mit tudom, a legtöbb fogkrém, vagy a legtöbb mosóport, vagy a, mit tudom én, a legtöbb ilyen papírt, olyan papírt használunk, ezért ilyen tiszták, ilyen nagyszerűek vagyunk. Ez a tipikus minőséggel szembeálló mennyiségi szemlék. Ez azt mondja, hogy a minőségre. Jön a második gondolatpár, ez pedig, ha megnézzük a gét és a déveszőt, akkor van egy búza és a kinkói példázata, és vele szemben az igaz bűn példázata. Erről miről van szó? Bentolta, gondosan megbúleli a földjét, gondosan jó valót vett. És van egy ellensége, hát a jónak mindig van ellensége, aki konkolyt vett. És akkor jönnek a szolgák, és azt mondják, hogy kigyomláljuk a konkolyt. Amikor már úgy kezd zsendülni a búza, akkor a konkoly látható. Nem olyan konkoly, mint az a zidzánon szól, nem olyan konkoly, ami a mi konkolyunk, hanem mint a mérgező magú növény, amelyik már amikor jó szárhoz jöttem, csak akkor látható. És azt kérdezik, hogy kigyomláljuk ezt? És akkor azt mondja, nem. Jöjjön együtt az aratás. Az aratáskor elválasz. Mi a igaz gyönyörről szóló példa? Van egy kereskedő, aki mindent megtesz azért, hogy megtalálja a
az életet vagy levették, az igaz gyöngyök. De akkor még nem voltak mesterséges gyöngyök, mint amit most én elmagyarázom. Az igaz gyöngyök ritka kincs volt, nagyon sokat kellett a belőstenyőn hibálkodni azért, hogy olyan gyöngyök adott találni, amiben szép, szabályos igaz gyöngyök volt, és egy ilyen igaz gyöngyök igazi ritkaság. Kereskedj egy éppen át, keres egy szorgalmasat. Kagyóról kagyóra, árustól árusig. És végre megtalálja az igaz gyöngyöket. És akkor rövid. Miért a két példázatban az egymást erősítő párhuzam? Így fogalmazhatunk meg. Áldozatot kell hozni, de csak az eredménynél lesz értelme az áldozat. Sok kereskedő nem értett, hogy miért jár ez az ember annyit vásárolásra. Benne ott volt az igazi érték, és ez üzte. A szolgák sem nagyon értették, hogy miért nem tépült ki a gazd. Csak a gazda tudta, hogy hát ha jót is kitépült. Mindig a vége mutatja meg a dolgoknak az értelmét. És ez egy nagyon fontos alaptanítás a kereszténységnek. A keresztények nagyon gyakran azt mondjuk, hogy milyen az igazság, és a mi általunk ismert kis igazság alapján, csőlátók vagyunk, és eddig ér a szemhatárunk, nagyon hamar ítéleteket szeretjük mondani. Nem. Az Isten ország az a végén erül ki. Éppen ezért az Isten országa csak abban van, abban az emberben van, aki megtanulja a békesség és tűrést. Ez a második pár gondol. Harmadik pár példázat, ugye nézzük a tér és a tévesszőt, a mustármag és a szántó földbe elrejtett így. Mind a kettő a szántóföld közkedő. Héber gondolkodás szerint, mivel a mustármag nagyon hamar nagyon nőtt, ezek mustárfák voltak, kertben nem volt szabad ültetni mustárfát, ez egy ilyen iratlan szabály volt, mert elmúlt a többi nevén. Éppen ezért a szántóföldben, szántóföld szélén, vagy a szántóföld közepén, hogy árnyékot adjon, szokták a mustármagot elő. És a mustárnak közismerten egy pici apró kis mag, nem egészen olyan, mint a mustárnak, ezt fekete mustárnak tudják, most ez mindegy. Apró pici mag. Elültetjük az apró pici magot. Megint az van, mint az első, és szinte nem látszik semmi. És egyszerre csak az eredmény, nyilvánvalóvá lesz egy hatalmas fa, ennek a hatalmas fának, ugye kicsiből egy nagy fa lesz, a madarak jól laknak vele, mindenki örül, mindenki az árnyékába húzódik, amelyre süt a nap. Mi a tanulság a szántóföldbe eredett kétség? Lókori jog szerint, aki a szántóföld, azért a benne eredett kétség. És van egy kincskereső ember. Hogy senki nem ér, szántóföldön jár. És egyszer csak titokban megtalálja a kincset. Elmegy mindenét aladja, és megveszi a szántóföldet. Ilyennek a két példázatnak a közös mondani valója. Egy szóval akarom elmondani, akkor ez, hogy álhatatosság. Isten országa nem hirtelen eljött. Isten országa nem egy érzelmi liha. Isten nem úgy uralkodik, hogy egyszerre, hogy úgy jól érzem magam, feldobott vagyok, és ilyen lelki csápolásba fogok, már jelentsük, és a fiatalok értik, hogy mi ez. Tehát ilyen happy vagy, és már ezt csak így tudom mondani, nem tudom, hogy boldog legyek, ez nem jó rá. Szóval, és akkor ez az Isten országa, ne? Az Isten országa nem hangul. Az Isten országa az hozzátartozik az álhatatosság. És az áldozatot, azt mindig a látszatok ellenére kell hozni. Lehet, hogy ez a szántóföldbe elrejtett kincsre találó ember, minden barátja bolognak tartott, ahogy megvette azt a tíz darab földet, úgyhogy elvette minden. Ez az ember tudta, hogy mi van a földben, mert álhatatos volt. És itt érünk el ennek a példázat koszorúnak a csúcsához.
Már az első alkalommal mondtam, hogy ez az egész könyvnek mértani köze. Meg lehet nézni ugye a vázolatot fent, hogy itt vagyunk a mértani középen. És itt a kovász példázata van. Ugye van egy asszony, aki veszi a lisztet és belekeveri a kovász. És ebben a kovász példázatban az a nagy mondani való, hogy nem azt a szót használja, amit én most mondtam magyarul, hogy belekeverni, hanem egy olyan görög szót használ, amit ezt is jelentheti, csak nem szokványos. Ezért fordítjuk úgy, hogy bele rejti. Kovászt azt nem rejtjük, hanem gyere. De ezen a szón átsut a mondani való. És ez az egész könyvnek a mondani való. Isten országa az rejtve itt van köztünk. Az Isten országa az nem majd, vagy az Isten országa nem a mély múlt, hogy egyszer régen, hanem az Isten országa úgy ma, hogy enkriptó, belevetve ott van az életed. Ezért az egy szóért íródott az egész evangélium. Mert ha valaki ezt a szót érti, akkor érti az Isten országának a lényegét, és benne az evangélium lényegét. Enkriptó, belevetve ott van az életedben az evangélium. Viszont, hogyha pontosan elolvassák a 13. fejezetet, ebben a 13. fejezetben vannak közjátékok. Tudni, hogy nagyon sokszor, amikor szerkezetet magyarázunk, akkor azt gondoljuk, hogy minden szerkezetet mértani körzőre vonalzóval szerkeztenek. Nem. Minden műalkotás egy kicsit szabálytabb. Ha megnézzük, ugye a legnagyobb szimfónia egyik a Beethovennek a 9. szimfóniája. Beethoven 9. szimfóniája a zenetörténészek szimfónia meghatározásával szemben például vokális, tehát kórus részt és a törömmel tessék gondolni, kórus részt is tartalmaz. Miért van ez így? Mert egy zeneszerző sosem ír úgy művet, hogy előveszi a szabályokat, és akkor a szabályoknak pontosan megfelel. Világirodalom minden nagy szövetje valahol szabálytalan, és ez benne pontosan az izgalmas, hogy ha valami mindig szabályos, akkor az úgy viszonylik az esztétikai élménye, úgy viszonylik a valóság igazi öröméhez, mint hogy a tökéletesen megtervezett műanyagje viszonyul a mezővel, ahol két egyforma fűszál nincs, ugye? Most ez így van, pontosan így van ennél a szakasznál. Máté beépíti a közjátékokat, de ezeknek a közjátékoknak szeme van. Tessék csak nézni. Úgy kezdődik ez az egész. Jézus elmond egy példázat. És akkor jön a közjáték, ami a lényegre irányítja a figyelmet. Jönnek a tanítványok, hogy miért beszélt példázatokba, hiszen a példázatok azok nagyon nehezen érthető dolgok. És akkor Jézus azt mondja, hogy mert nektek megadatok, önnekik pedig nem. Tehát a példázat, aki ez a közjáték azt mondja el, hogy az Isten országának evangélium az megosztni. De nem úgy oszt meg, hogy a másik ellen fordít. Nem úgy oszt meg, hogy egy zárt körű klubot alkot az, aki az Isten országát elfogadja, hanem az Isten ország az elkötelez engem az emberek felé, de úgy, hogy én nem olyan vagyok, mint a többi, hanem más. Ez az, amit úgy mondtuk, Máté evangéliumban a hegyi beszédre Jézus, hogy só. A só ugyanolyan néző, mint az étel, akkor minek kevered be? Ezeknek a hasonlatnak a lényeg. És az az érdekes, hogy ezt Jézus rögtön egy proféta idézésével alátámaszta, hogy beteljesedik az írás, Ézsaiás 6:9-10-et idézi, ha megnézzük ezt a Máté 13:17-ig van ez a főjáték, meg lehet találni. Na most, viszont azért ez a piramis szimmetrikus. Nagyon érdekes, hogy nem csak az első példázatot, hanem az utolsó, vele áldozatos példázatot, a háló példázatát is egy közjáték követi. Tehát még itt is párhuzamos az egész, és ez a közjáték a
13. fejezet 51. 52. verse, ahol most Jézus kérdezi meg, hogy megértettétek mindezt. Tanítványok azt kérdezték elől, hogy miért beszélsz példázatokban, és Jézus visszakérdezi, hogy megértettétek mindezt. És akkor Jézus elmondja, hogy lesz egy új írástudó, és az írástudó idézőjelben nem azt a tisztséget jelenti, amivel a zsidók büszkélkedtek. Lesz egy új írástudó ember, azaz írástudó ember, aki Jézus új értékrendje és logikája szerint kezd érteni mindent. Tetszik érteni? És itt is utal a beteljesedésre. Megint egy profétán. De nem csak ez a közjáték van ám, hanem ezután, a közjáték után sorba jönnek a példázatok, egészen a kovász példázatáig, a csúcsig. A csúcsnál megáll hirtelen Jézus, azért, hogy emberek, itt a lényeg, az enkriptó, hogy rejtve van jelen. És ez könnyen érthető, ez a három példázat eddig. Egyedül a pókoly példázat egy kicsit bonyolultnak tűnik. És akkor Jézus megáll, és megmagyarázza a pókoly példázatát. És ezt azért teszi, hogy megint ráirányítsa a figyelmet a legfontosabbra. Mert a konkor példázat az jelenti, hogy van egy másik erő, a sátán ereje, amely tönkre akarja tenni a mentést, de együtt érik az aratásig, és az aratása fontos. Ez olyan, mint egy ilyen mutatója, ami a célra mutat. És volt egy prológus ennek, azt elolvastam, hogy kimegy Jézus a tövéi közül, kimegy a tengerpartra. Most jön egy epilógus, egy záró szakasz, ez az epilógus az az, ami hasonlít a nagybeszédek befejező formulájához, hogy Jézus tovább megy, elmegy a hazájába, tanít a zsinagógába, helyszínt vár. Sokan megkérdezik, hogy honnan van benned a bölcsesség és a csodálatos erő. Ugyanakkor ezzel a kérdéssel együtt jön egy egész csapat, az írástudók, a farizeusok, a profik, a szakemberek, akik borzalmasan megbotránkoznak benne. És Jézus azt mondja, hogy ezek az emberek önmagukat várják az Isten országába. Senki sem proféta maga hazája. Nyilvánvalóan Jézus Krisztus a proféta szerepet tölti le, és ez a proféta szerep, ez nem a jövő tudós, hogy ezt elmondtam sokszor, a proféta nem az, hogy hosszú összakállal van szóvetje semmi a lábát, és a jövőről beszél valami ködös dolgot, nem ez a proféta. A proféta az azt tudja megmondani, hogy ma Isten hogy lép, hogy látja, jelent az Isten. A proféta mindig a jelen tudós, és Jézus is ilyen volt. Itt a két értékrend, és az Isten országa azon, mivel lehet, ahogy itt ez a hét példázat mondta, felismerem, hogy mindenkinek van esélye, békességes tűréssel tudok-e várni, és áldozatos tudok-e maradni, és észreveszem-e azt, hogy rejtve, ez én minden nap érben ott van az Isten országa. Ma, holnap, holnap után, a munkahelyen, az életedben, mindig döntési helyzetbe kerülsz, csak dől el, hogy az Isten országa benned van, és tiéd leszel az ország, vagy nem. Hát a kereszténység az a döntés tudománya. Jézus mondja elő, nekem dönteni kell, hogy utána megyek, vagy nem. Ezt mondja el Máté, ez a mondani való. Erről nagyon szívesen prédikálni, de most nem prédikálok, hanem irodalom történetet mondok, nem tetszem, hogy meg kell felejteni. Csak a jó irodalom történet, az maga is prédikál, nem? Erről van egy szó. Igen, ám, de marad a nagy kérdés. És kicsoda ez a Jézus, aki ezt az Isten országát megkérdezte. Ezután a beszédblokk után természetesen kell egy történeti blokknak következni. Igaz? Ez a történeti blokk pedig a 14-től 17-től fejezetig tart. Erről is hadd mondjak valamit. 14-15. Fejezet az eleje, az a másik fejezet, egy nagyon érdekes betét. Ez nem úgy betét, hogy ezt nem Máté írta, hanem ez a
betét egy nagy előkészítés, illetve egy nagy, hogy így mondja, anyagműz. Milyennek az anyagműtenének a tart? Nagyon érdekes, hogy Máté, de a többi evangélista is, mindig visszakapcsol, hogy Jézus meg kell érteni keresztelő Jánosra, mert ő az előfogó. És ugye jön egy ilyen közjáték, hogy keresztelő János halálát mondja el, a Herodes történetet, hogy hogyan lett meg Herodes, az nagyon nagy Herodes, Antipás, hogyan lett meg keresztelő János, azt a történetet mondja el. És ezzel egy nagy felkiáltó jelet tesz ennek az egész szakasznak az elejére, és itt kezd ez izgalmas lenni, hogy az evangéliumot kimondani, Isten országáról beszélni, az mindig kockázottal jár. Ha keresztelő János nem mondta volna ki az igazat, hanem elsumákolja azt, hogy Magyarországon is mondják azt, most semmi baj nem volt. És Herodes azt veszi észre, hogy hoppá, keresztelő János feltámad, van egy másik keresztelő János, hiszen Jézus azért jött, hogy ezt az igazat kimondja. Csak Jézus más, mint keresztelő János. Utána következik az a Jézusi csoda, ami minden négy evangéliumban megvan. Ez a Jézusi csoda az 5000 megmenés. Ennek a csodának óriási jelentősége volt a zsidó gondolkodás szerint. Tudjuk. Korábban a zsidó gondolkodás mindig azt látta, hogy mikor jött vissza Mózes. Ugye az első alkalommal elmondta, hogy ez a Mózes párhuzam állandóan ott van Máté evangéliumában is, mert a zsidók mindig a Mózes újraszületését próbálták keresni. És Mózes volt az, Mózes idejében volt az pontosabban, hogy a manna csodával a pusztába kenyér le. És most Jézus tanít egész nap, Isten országának evangéliumát hirdeti. Az emberekre a hat ez, mert ott van a nagy kívódás, hogy döntök-e mellette vagy ellene. És a fizikai szükséglet bekopogtak, mindenki éhesek. És a tanítványok beszélt utának, hogy engedd már el a gépet, hogy szerezzen meg a faluból valamit enni. És akkor Jézus rövidre zárja a történetet. Adjatok ti négyeket. És kiderül, hogy a tanítványok készülnek. Adj 5 kenyérecske, és 2 halacske. Hogy Jézus ezért az 5 kenyérért 2 halért hálát ad, nem elrobja, hálát ad. Mert ahol Jézus jelen van, ott a kicsiből lesz a túlárodra a nehéz. Ez az első nagy jel, hogy Jézus több, mint keresztelő János. Aztán tovább mennek, és Jézus a tengeren jár. Ez a történet is több evangéliumban megvan, más összefüggésben. Nagyon érdekes, hogy Máté hova érezi ki? Péter az, aki mehet, kilépni a hajóból. És Péter is tud tengeren járni, meddig. Amíg Jézusra néz, amely pillanatban a hullámokat nézik, meg egy kicsit átfolynak, ide figyeljetek. Azért hírfelegények álltam. Annak pillanatban elfelejti Jézust, és süllyedni kezd. Ez a másik nagy tanulság az Isten országán. Hogy Jézussal járni nagyképűen nem lehet. Jézussal aggodalmaskodva se lehet járni. Azután Jézus sok beteget gyógyít, megint megjelenik a mindenható Jézus képe, és utána ez a képsor vár. Megjelennek a farizeusok, 15. elejét tessék nézni, hogy Jézus túláradó erejével szemben jön a farizeusi szőrszál hasogatás. Elkezdik mondani Jézusnak, hogy a tanítványait miért szegik meg az atyák törvényét.
Tudnék, egy csomó étkezési szabály volt a kézmosással kapcsolatban. Ez nem az a étkezési szabály volt, hogy a tiszta, tisztátlan, stb. Ez a kori keleti embernél teljesen természetes a mai napig, az arunk sem. Például ezt is disznóhúst megkérdezte, azt hiszem tudják. Nem erről van egy szó. A kézmosás ilyen szertartási törvények vezérje. És akkor Jézus egy nagyon érdekes érvelésbe kezd. Szóval egy nagyon fontos dolog minden hívőnél. A tartalom az mindig megszűni a helyes formát. De a helyes forma gyakorlása nem biztosítja a tartalmat. Még egyszer mondom. A helyes tartalom megszűni a helyes formát. De én kínos pontosan tartalmat nem nézve a formát kezdem gyakorolni, sose jön ki az igazi tartalom. Nem? Erről van szó. Ha én odaállóztam valamit, ezt a példát hozzá Jézus templomba, tényleg a szent dolog. De ezzel a szent dologgal lehetségre fogom mondani, hogy nem akarok adni mondjuk a szüleimnek. Azt mondom, hogy Orbán templomi ajándék ez. Ebből mi következik? Az, hogy nem kell a templomnak ajándékot adni. Ebből az következik, hogy az emberség túlél a szabályon mindig. Ez a Jézusi logika. Nem a szabály szabályozza az ember életét, a szabály maga. A két lábon náluk ez az emberség. És itt van a kétféle kegyesség közötti különbség. A forma nem takarhatja el a tartalmat. És utána, azt lerajzoltam már, ott van, hogy nem tudja a papírra, hogy ennyit, és itt elmérjük már egy tőka, nem elég fekete az egész, mert elfogott az sokszor sikerül a festék, és úgy tartom a festéktárat, hogy éljen egy kis festéktárról, ezért egy kicsit a hóka szintelen a szokszörösítás. Utána ismét egy ilyen kiasztikus szerkezetet látunk. A veszélyek és a Isten hatalma után most megint egy nagyon érdekes gondolatcsor következik. Az első kérdés az, hogy Jézus mileg nem lenne zsidó, és visszautasította a zsidó hagyományokat, ez sokszor keresztényi is mondja. Jézus maga tiltakozik ezzel. Ön a kananeus asszony történet. Jön ez az asszony, és kérje. Ő kananeus, nem zsidó. Jézus elmondja, hogy nem, én nem küldettem, hanem csak Izrael elszévedi vagyok. De Jézus megint az előtti tétel bizony. Ez az asszony kitartóan kér, és azt mondja Jézus, egy nagyon durva dolgot mond Jézus, hogy a kutyáknak nem adatott a kenyér. És az asszony azt a révelgál, hogy hát a morzsa, ami leesik. Ezt a morzsát még meg kell magyarázni, hogy mindig egy érdekesség. Az okori ember nem ismert az evőeszközt, a kenyér pedig letény kenyér volt. Na most az étkezés az úgy volt, hogy kivoltak a letény kenyerek az asztal közepére, elvettem egy lepény, eltöltem egyet, és volt valami szósz. És abban a lepénnyel fogtam meg a húst, meg fogtam meg a szószt, és tettem a számba. Na most, ami nem érte a szószba, az csak puszta kenyér volt, azt a háta mögé dobta az ember, az volt a kutyáké. Pucék kis kenyér darabok voltak, mert úgy kellett szép tisztán lenni, hogy az olyan ne érjen bele a szószba, tehát hogy ne érjen bele a szószba, elég szépen darabocskák maradtak ezeket a halatokat, hogy hátmondolják. Erről a morzsáról van szó. Ennek az asszonynak, hogy hitte túlél ezen, és Jézus megbődítja, miért? Mert a formánál, hogy én csak a Izrael elféletű hagyját jöttem, a tartalom, mint egy ember, aki segítségét szorultak. Igen, ám, de ez kiasztikus szerkezetű, nézzük csak meg az ellentörténetét. Az ellentörténet az A veszi az az, hogy Jézus megfizetett a templomadót. Meg az van, jön egy templomadói adószent, és azt mondja, hogy te és a tanítványaid, mondja, Péternek nem fizetik meg. És Péter nem, Jézus nem azt mondja Péternek, hogy adja, hanem elmondja azt, hogy hát
Kitől szoktak a gyógyszert? Az egész templomi szolgálat nem azért, amíg Jézust megismerjük jobban, tehát a Mesiás. De tudod még, legyen meg a forma. Elég aztán fogjál egy halat, és a hal szárába ott lesz a két pénz. Így is történt. Mi a mondani való? Nagyon egyszerű. Jézus túllát a formán, de nem formatontó. Azt mondja, legyen a forma. Nem a formáról van a baj. Hanem az, hogyha a helyes formát tartalommal szemben használjuk. Mert még egyszer mondom, a helyes tartalom megszüli a helyes formát, de a helyes forma gyakorlása nem szüli meg a helyes tartalmat. Aztán jön a B rész. Van egy szakasz Jézus gyógyhatalmára. És itt Jézus megbízást is ad a tanítványnak. Ennek a párhuzama az, hogy amikor Jézus másodszor jelenti a szenvedését, akkor nem csak azt mondja el, hogy mi az, ami az ember fiával történni fog, hanem azt is elmondja, hogy nektek Krisztus nevében hogy kell helytállni. Ugyanezzel a hatalom. Nem az a baj, hogy a tanítvány nem tudja, hogy mi történik Jézussal, hanem vajon a tanítvány Jézus követelezte, vagy sem. Utána jön egy nagyon érdekes történet, a 4000 megvendégelése. Ebben a 4000 megvendégelésben még élesebben kijön az a konfliktus, hogy a tanítványok tehetetlenek. Ott vannak az emberek, és nincs miből enni adni. És Jézus kisegíti őket. A szembeálló történet a holtkóros meggyógyítás, ugye a megdicsőülés hegye alatt, ott van egy ilyen eskóros, holtkóros gyerek, a tűzlesik hozzá az apja, tanítványok imádkoznak, és nem tudják meggyógyítani. Mert Jézus fenn volt a hegyen. Ebből az a tanulság mind a kettőből, hogy Jézus nem lehet használni. Jézus nem privatizálható. Nem úgy van, hogy Jézussal én most már mind a magamon vagyok. Jézus már protekciós vagyok, ő a nagy mennyei bankigazgató, csak odaszólok telefonon, ugye az imádság telefonján odaszólok, és akkor te majd ez lesz meg az, nem erről van szó. Jézus nélkül én tehetetlen vagyok. Jézus a gazda. Nem én irányítom őt. Nem úgy van, hogy a keresztény élet egy megypiros merci, beülök a mercibe, én ülök a kormánynál, Szentlélek adja az olajat, ugye, és hát én ezt a mercit oda irányítom, ahova én akarom, hát én vagyok az értívő, hát nem veszek érvényben, mi vagyok minden. Ez az abszolút pogányság. Jézus nem privatizálható, nem sajátítható ki, ezt meg kell tanulni. Tovább megyünk. Igen, ám, de itt a farizeusok elbizonytalanok. Jelet kívánnak! Ez a farizeusoknak egy örök hobbija volt. Biztos ez? Bizonyíts be, hogy te vagy az, aki vagy. Jézus ezt a jelet kívánást nagyon keményen visszautasítja. Ennek a jelet kívánásnak van is van ám egy párhuzama. Pedig az, hogy Jézus ad egy jelet a megdicsőülés hegyén a tanítványoknak, hogy miért, értem, az mindjárt kiderül. Hát a farizeusok jelkívánása után következik az a kérdés, ahol eljutunk az igazi magváig a történetnek, a történet csúcsára. Jézus megkérdezi a jelkívánás visszautasítása után, ugye nem adatik más jel, nektekünk Jónás jele. Eljött odáig, megkérdezi. Kinek mondanak, engem az emberek? És a tanítványok hűségesen mondják, hogy vannak, akik Illésnek, vannak, akik Mózesnek, vannak, akik ennek, vannak, egynek a proféták közül. És ahol én az előbb említettem az elején, Jézus rövidre zárja ezt. És kinek mondtok engem?
De ez az izgalmas. Jézus soron már, hogy olyan messiás, az ötletesek régen. Még gondoljuk a Gadarai Ördögvésre 9. verset. A tanítványok nem vallották neki. Csak hogy Péter, ki mondja a döntőszót. Te vagy a Krisztus, az azt jelenti, hogy messiás, az élő Isten fia. És Jézus erre azt mondja, hogy ezt nem test és vér jelentette ki néked, hanem az én atyámnak lelke. És erre a vallomásra felépítem az én anyaszentett házam. Tévedés teljesen nem Péterre épített az anyaszentett házok. Ezt tudta a Szent Ágoston. Tudta Krizosztonus mindenki, tudni, hogy aki görögül tud, azt tudja. Mondjuk a görögben nagyon élesen a ez és az ő, az elválik egymástól. Tehát amikor személyre mutatok, vagy amikor tárgyra mutatok, egészen másképpen fejezem ki. És itt nem személyre mutató, hanem tárgyra mutató van. Erre a spiritvallomásra építem ezt az egyszerűen házat. Én addig és akkor vagyok keresztény, hogyha ezt vallom. És itt van a szív. Mert utána Péternek elpárolog ez a hite. Akkor Jézus kezdi jelenteni a szenvedését, ez a teteje a Felixnek először. Tehát a messiásod azt jelenti, hogy értem, meghal valaki. Ugyanaz, mint a párán. Ezért van Zágnus Dei, ugye mindenki, minden keresztény mondja a jelenések könyvének, ez a Zágnus Dei, az Isten párán. Akkor Jézus azt mondja, hogy meg fog halni, a pillanatban Péternek az egész teológiája összeomlik itt a fejében. Hát akkor én hogy leszek miniszterelnök mondjuk az Isten országában? Azt mondja, menj Isten, nem történhet itt minden. És akkor Jézus szájából elhangzik a legkeményebb, amit valaha mondott Jézus embernek. Azt mondta, hogy távozz tőlem Sátán. Bántásokra vagy. Mert az Isten országa nem erre a spekulációra, hanem arra hitvallomásra épül, hogy te vagy a Krisztus. Te vagy az, aki meghalsz érte. A megváltás tervének a szívében nem az én megdicsőülésem áll, hogy Jézus Krisztus keresztény. Érte, meghal. Hát ez az út a kulcsa. Következő alkalommal majd egy másik részén fogunk itt nézni a könyvnek. Ez a másik rész, ez a 23-25-25. fejezet lesz. Úgyhogy kérem, hogy kedve előnek, kedve előnek, és hogy is majd fogja most mondani. Kedre, tessenek ezt megnézni, mert ez egy nagyon érdekes, megint érdekes szerkezeti képlet fogok adni erről. És nekem most már nincs más dolgok, mint megköszönni, hogy itt voltak, és annyira figyelmesek voltak, hogy van jó esetből figyelni. Köszönöm szépen!